Momento, tudo. Az a lényeg, hogy én már elkezdtem itt, van egy olyan világ, amire ezt tudom, a saját világon, hanem írom, mert is túléljük. Nem tudom, legyen a Survivor, ez a mai nem Survivor videó lesz, hanem kreatív. És egy olyan kreatív videó lesz, amiben, amikor megismertem a Minecraftot, és sok Minecraft videót néztem, akkor, hát így rájöttem. Hát nem rájöttem, hanem igen, rám jött a Minecraft-utás. És azóta szeretem, de most nem az a lényeg, hanem az, hogy akkor így elterveztem egy ilyen választ, és azóta se építettem meg, egy Survivor-ra terveztem meg ezt. Ezt megépítem kreatívba, nem tudom hány rész lesz, de megépítem nagyjából. Nem teljesen ugyanolyan lesz, ahogy én elképzeltem annól, de az a lényeg, hogy mit ez a nagy fehér csíkét oldalt. Az volt egy állványos út. Ja meg igen, hát 1.14-ben még nem játszottam. De itt vannak ezek az állványos valamik, és tök menni. Így kipróbáltam. És ja. És az a lényeg, hogy mindjárt folytatom, ugye a falat már elkezdtem. Meg azt is elmondom mindjárt, hogy mit is, milyen is lesz. Úgy nagyjából. Ezzel meg elszórakoztam, ezt vagy háromszor eljátszottam, mert tök menni. Esik az eső, amúgy igen, nem tudom, beleállatódik-e. És itt most jelenleg. Mindegy. Az én egész a falat elkezdtem a pol. Lesz egy pol. Ami lehet nagyobb lesz. És hogy így nézem. Bár nem, de nagyobb lesz. Nem úgy magasságra, hanem egy hosszúságra. Érted? Hát az a lényeg, hogy körbe lesz véve ilyen fallal, majd valahol lesz ajtó, de azt hagytam neki helyet, valószínűleg arra fel fog nézni, azt úgy. Azt úgy arra fele. Jaj. Igen. Itt lesz egy ilyen, hát ilyen kastélyszerű. Itt, ilyen, hát egy ilyen ház, ami sötétből, nem sötétből, mi az, hát igen, fenyőből lesz, meg kőből, meg ilyesmi, és így szépen bele lesz rendezve minden. Hát ezen az oldalán ilyen kis iglu lesz, ilyen kis jeges valami, ilyen kis havas tudsz, de ilyen kis kicsi. Hogy legyen hó a kertbe. Itt ilyen sivatagos templomszerű valami. Tudom, hogy sivatagosok lenni, vagy egy sivatagos kutkó. A kert többi részében pedig virágok, meg minden isten fenébe lesz rendezve. És ahogy itt így lesz a bejárati ajtó, valami középen, az a szemben lesz egy ilyen szökőkút, amiből lába meg visszafolyni. Na nagyjából így erre ennyire emlékszek, abból, hogy én hogy akartam megíteni. Meg. Jó, mellé nyomtam. Megint mellé nyomtam. Húszám. Na. Szóval ugye nagyjából egy erre emlékszek, hogy akarom megépíteni. És hogy akartam. És ja. Lehet, hogyha majd lesz Survivor, akkor megcsinálom abba is. Csak persze csalások nélkül megérzem, nem úgy egy kreatív műzik, azt megépíti. Hanem csak így. Hát, milyen szép, jó lesz, jó lesz. Meg most hosszúságos, hát igen, a dizájn az ilyen lesz a kerítés, nem tudom. És igen, tegnap találtam ki, amikor építette. De nem fogok őket popálni. Szóval, de mindjárt ez is kezdődik a gyorsítás, mert ez is egy gyorsító videó lesz, mint a farmingos. Mi a farmi videóságban volt már fényem már csinálni. Ezeket az állványokat, miért akarod, amikor csak forrulni akarok? Ezeket az állványokat így eldobom valahova. És kezdődik is mindjárt gyorsítás.
Jósítás! Mivel kéne folytatni, nem tudom. Az ajtót lehet akár csinálni. De nem tudom, hogy legyen. Megszámolom akkor, hogy ez mennyi. Szélsőkat levonjuk, szóval itt így innen a másik, szóval ilyen odáig 51, akkor itt ilyen 3, vagy megnézzük a közepét, hol van. Elvileg ez a közepe. De ezt így kikerülni. Mert ilyen 3 as ajtó lesz. Szóval igen. Soha mondtam. Ilyen 3 blokk széles ajtó lesz. Igen, itt a közepe van. Igen. Akkor a háznak is itt kell lennie. A ház... Hát igen, a ház. Akkor az ajtaja is. Itt így lesz. És akkor az is. 3 blokk. Széles lesz. Csak akkor nem tudom, hogy legyen 3 blokk széles. Szóval, hogy akkor... Gondolkozok, várjál. Jó. Nem jöttem rá a megoldásra, amúgy. Én csak egy percet gondolkoztam, de attól még ki fogom várni. Bár mondjuk itt nem is ilyen jó lesz.
No más. De ez már csak a következő részre fog jutni, hogy ezt elkezdjem ezt a házat. Nagyjából. Kösz, hogy végignézted a videót. Következő videóban találkozunk. Addig is. Szevasztok!